A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Vége a színházi évadnak, 2 év koronavírus járvány után. Azt hiszem, hogy minden színház barát örömmel vette, hogy az idei esztendő teljes volt végre már. Így aztán fantasztikus darabokat láthattunk, amelyről a többségében természetesen beszámoltunk, viszont az még nem került szóba, legfeljebb a hírekben értesülhettek arról, hogy a hírlap hagyományos évszínésze választásán megint természetesen eredmény született, méghozzá egy olyan eredmény, ami azt hiszem, hogy jó helyre került, tehát az év színésze Sági Tamás. Gratulálok, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, és köszöntöm a nézőket. Köszönöm szépen. Hát én azt gondolom, hogy a közönség tapsa az mindig meggyőző és megerősítő, és azt is tudjuk, hogy amióta itt vagy immáron 11 esztendeje, azért voltak elismeréseid, hiszen a Vörösmarty gyűrű, a Kritikusok díja, a Chicagóban mind-mind megerősítést jelent nekünk is. Ugyanakkor egy kicsit menjünk vissza a múltba, hiszen annyi nagyszerű szerep volt a tiéd, ami én azt hiszem, hogy keveseknek jut. És nagyon-nagyon fontos darabokban játszottál főszerepet. Ez így volt az idén is, addig is eljutunk, ígérem. És ha azt mondom, hogy az első időszaktól, tehát Szikora János igazgatásától egy bizonyos értelemben új népszínházi korszak született a Vörösmarty Színházban, azzal sem árulok el nagy titkot. Ha így visszatekintesz, amikor ide szerződtél, gondoltad volna, hogy ennyi remek szerep talál meg? Nem. Nem. Mondjuk nem is gondoltam bele, de tényleg ez alatt a 11 év alatt olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy valóban olyan szerepeket játszottam el, amit álmomban se gondoltam. Tehát, hogy az előbb említetted a Chicagót, nagyon szerettem, de mondhatnám az Antigónéból a Kreont, akkor mondhatnám a Molnár Ferencnek a Játékok kastélyából a Turait, tehát, hogy ezek mind olyan csodálatos szerepek, és most nem is sorolom tovább, ami ha egy színészt megtalálja, ha csak egy megtalálja, már az is egy nagy ajándék. Igen, számunkra már 2012-ben volt szerencsém ott lenni, tehát végigkísértem ezt a 10-11 évet. Ugye 2012-ben a Vagó Berci rendezésében volt az első szereped, a Demeter nagyherceg a Bizáncban. Már ott bebizonyosodott, hogy valami különlegességet hozol a magad falsos hangjával, és azzal a mentalitással, ami egy kicsit hiányzott az előző esztendőkben. Ugye aztán jött a Lír király, a Koldus és Királyfi, nem sorolom a következő esztendőkben, tehát megtaláltak azok a szerepek, és ráadásul egy olyan rendezői gárda jött össze, akikben lehetett hinni. Ezt ti hogy láttátok? Hát igen, egyrészt igen, valóban így van, hogy lehetett hinni, másrészt meg azt gondolom, hogy az jutott eszembe az előbb, hogy én megpróbálok mindig úgy létrehozni egy előadáson belül azt a szerepet, amit csinálok, hogy valóban a próba folyamat alatt azt szoktam mondani, hogy de nem én találtam ki, hogy úgy járjam körbe azt a szerepet, hogy akár hülyét is csináljak magamból, mint színész is. Tehát ezzel alatt értem azt, hogy merjek a próbákon olyan szituációkat felvállalni, vagy ötleteket felvállalni, ami majdnem, hogy sokszor meg vagyok bizonyosodva, hogy valószínű nem lesz jó, de muszáj tényleg hülyét csinálnom magamból, vagy akár azon a próbán tehetségtelennek tűnöm, mert szerintem abból egyrészt nagyon sokszor jó dolog születik, másrészt meg az ember akkor tényleg körbejárja azt a szerepet, amit éppen csinál, és lezárhat olyan utakat, amik mondjuk nem működnek, de sokszor
vagy nem sokszor, de előfordul, hogy egyszer csak mégiscsak ezek a úgymond nem elsőre jónak tűnő ötletek, egyszer csak kiderül, hogy baromi izgalmasak. Igen. Élők és igazak, de ehhez kell egy mersz. A színésznek mindig kell egy mersz. Mondom, most itt a próba folyamatról beszélek, amikor nem csak a kliséket hozzuk, vagy nem csak ami jól áll egy színésznek. Mindenkinek vannak dolgai, amik jól áll, ezt a szakma pontosan tudja. És akkor ez jó érzés, amikor van egy olyan társulat, egyrészt a kollégák, meg valóban a vezetés, vagy akik jönnek éppen vendégrendezni, hogy erre nyitottak, és vevők, és türelmesek, és szerintem ez egy nagyon inspiráló tud lenni egy színésznek, vagy legalábbis nekem. Igen, hát a folyamatos változás a színházi élet, ez nem vitás, egyszerűen a szerepek is változnak, tehát egyik nap padlás, aztán Lendvai Zoltánnal, ugye arra megint csak emlékszünk, tehát az egy egész cool darab, ezt nem kell elmondani senkinek. Csak mondom a nézőknek. De utána egy Hamlet Szikorával, mert hogy a rendezői attitűdök is mind-mind más. Tehát erre alaposan fel kell készülni. Amikor megérkeztél ide, bizonyos voltál benne, hogy elérnek hozzád ezek a szerepek, mint például a Szálakakokból meg Murphy. Tehát itt azért falsős darabokról beszélünk, és olyan rendezőkről, akik kicsit mindig hozzátettek egy-egy darabhoz. Nem, egyáltalán nem gondoltam. Viszont most csak a magam példájára beszéltek, fogalmam sem volt, hogy nyilván az elsőben, amikor ide szerződtem, akkor tudtam, hogy benne leszek a első, vagy abban a két darabban, amiben játszom, de ugye a színész általában nem tudja, hogy a következő évadban mit fog játszani, úgyhogy ezek mind meglepetések voltak számomra, és természetesen örömteli meglepetés. Megérkezünk a mához, ja, ígérem, az elmúlt időszakhoz, csak nekem fontos például a Pál utcai fiúk. A Pál utcai fiúk olyan darab, hogy az én, tehát én azt mondom, hogy 50 éve láttam először. És az is felejthetetlen volt, és mindig valami pluszt ad. Mi kell ahhoz a színművésznek, hogy, és nyilván egy rendező is kell hozzá, hogy egy kicsit a kor igényeinek megfelelően, megmaradva az eredeti történetnél tudja eljátszani például te Pál Tamár urat? Ízlés. Ízlés és stílus. Nem csak ez, de szerintem az nagyon kell. Tudom, hogy ez most így egy általános dolog, de hát én csak remélhetem, hogy van valamiféle olyan ízlésem, amivel és stílus, ami egyrészt szimbiózisban van a rendező elképzelésével és stílusával, és esetleg még nagy Isten úgy tudok neki újat mutatni, vagy ő nekem, hogy mind a ketten befogadóak legyünk arra a stílusra, és ízlésre, de szerintem az nagyon kell, hogy a 21. században el tudjunk olyan darabokat játszani, hogy a művet játsszuk el, de mégis érezzünk egy ilyen jól értelemvett leporolását bizonyos daraboknak. Tehát el lehet hozni a mába is egy történet. Azt gondolom, hogy igen. Legalábbis hál' Isten volt jó pár olyan. Igen, mert tanulságai azok olyan előadás, amiben azt éreztem, hogy igen. A 21. században is jók. De ilyen volt a régi módi történet számomra. De abban szerencsés helyzetben voltam, hogy sikerült egy nagy portrét készítenem Szabó Magdáról, aki nekem a szent. Tehát ott fentről figyel bennünket janíthatóan, és azt mondom, hogy a régi módi történet is azok közé, a darabok közé tartozik, amit bárhányszor játszanak, minden színházban más, ugyanakkor a miénk nekem kivételes volt veled együtt. Igen, hál' Isten abban is egy kisebb karaktert, igen, már nagyon hálás, nagyon szerettem, és az egész előadást is. Egyetértek, az is egy olyan előadás volt, ami szerintem jól lett leporolva, és mégis hülyek maradtunk a Szabó Magda darabjához. Megérkeztünk 2019-ben, nehéz év volt, viszont a színészi szempontból, sőt, színházrajongók szempontjából is egy fantasztikus esztendő, hiszen Ember tragédiája az első, Mercedes-Benz a Vágy nevű villamos, és mindenek felett a Chicago. A Chicago egy óriási kihívás. Jól gondolom?
Hát főleg Horváth Csabával, ugye, aki rendezte, azért ő arról híres, hogy főleg, hogyha egy konkrét zenés musicalről van szó, mi ott rendesen meg voltunk mozgatva, úgyhogy fizikailag is azért igénybe vett, hát a többiekről meg a táncosokról már nem is beszélve, tehát ők aztán tényleg. Az is egy olyan izgalmas stílusban lett eljátszva szerintem az a darab, ami abszolút viszont hülyen tükrözte az eredeti műnek a világát és a lényegi mondani valóját, de mégis volt egy nagyon sajátos stílusa, amit nyilván a Csaba és mi színészek így közösen létrehoztunk. Aztán jött a koronavírus járvány. Én azt gondolom, hogy te öt gyönyörűséges hölgyel élsz egy háztartásban. Azért ez egy nagyon komoly feladat. Ráadásul aki hozzászokott, hogy tulajdonképpen a színház az élete, az életének a másik fele, ha úgy tetszik. Most mi mindent kellett tenned ahhoz, hogy fenntartsd önmagad? És ráadásul, tehát visszatérj a családi közegbe. Hát képzeld el, hogy halkan merem mondani, hogy bár szörnyű volt maga a tény, hogy ez a koronavírus megjelent az egész világon, de, és nagyon rossz volt, hogy nem tudtunk játszani anyagilag is, és egyáltalán érzelmileg, és idegrendszerűleg minden szempontból, de ugyanakkor volt, megmondom neked őszintén, hogy megtaláltam azt az örömet, hogy egyrészt a családommal tölthettem több időt, tehát én azt azért kifejezetten élveztem ezt a részét, és hát akkor született meg a cégvezető. Igen, tehát ezek csodapillanat, sok-sok órák a családdal és igen, a cégvezető. Igen. Én azt hiszem, hogy az egy egyedi történet mindenképpen. Mindenki másként látta, én kétszer is megnéztem, mint tudjuk, és azt gondolom, hogy teli találat, viszont rengeteg munka. Egyáltalán hogy fogtál neki? Hiszen a cégvezető, az én azt hiszem, hogy minden színművész álma lehet egy ilyen darab. Viszont nagyon kevesen mernek belevágni. Hát, hogyha nincs a... Tehát, látod, tehát, hogy ha nincs a koronavírus, akkor ez nem jön létre. Mert hála Istennek annyi dolgom volt, mióta ezt a színházat csinálom, hogy nekem ennyi időm nem igazán volt, vagy ha volt, akkor tényleg megpróbáltam a családnak szentelni. Levetted a polcról, nem. Elolvastad? Ezt képzeld el, hogy úgy történt, hogy végülis az első kavicsot a feleségem gurított el. Mert azt mondta, hogy Tomi, most már csináltál két magas ágyást, meg kifestetted a szobát, de nem akarod kihasználni, hogy ennyi időd van, hogy valamit létrehozni, mondjuk egy önálló estet. És akkor tényleg mondtam, hogy igaza van. És akkor felhívtam a Perczelenik őt, a színház dramaturgiát, hogy nincs olyan darab vagy írás, ami szerinte engem érdekelhet. És én nem akartam egy hagyományos, akár egy verses vagy zenés önálló estet, amivel semmi probléma, sőt, abszolút csodálatosan meg lehet ezeket csinálni. Egy más típusra gondoltam, és akkor egyszer csak egy hét múlva, mondta, hogy most nincs, egy hét múlva felhívott, hogy van itt egy szinopszis, a H. Jánosnak a cégvezető című regénye, baromi jókat írnak róla, esetleg nézzem meg. Na most én megrendeltem ezt a könyvet, elolvastam, és azonnal éreztem, hogy... Akkor kezdődik a munka. És akkor azonnal éreztem, hogy ez ebből lehet egy... Ugyanis már eleve a nyelvezete egyes szám második és harmadik személyben van, ezt így váltogatja írva, tehát nagyon könnyen adta magát, hogy ebből egy monodráma legyen. Na de ugye ez egy regény, ami 300, mit tudom én, 40 vagy 60 oldalas volt, és akkor én nekiültem, az Enikő is segített, és nem is akarom elvenni az ő érdemét, de meg kell, hogy mondjam azért, ennek a 90%-át én húztam meg, és úgy raktam össze a szöveget. Ugyanis azt gondolom, hogy egy önálló esetben, ahol egyedül van a színész és a néző, azok a szövegeknek kell benne lenni, amik engem érdekelnek. Világos. De hát a helyzet az, hogy gyakran mondják, hogy túlságosan sok jelzőszerket használok, de ez nekem felejthetetlen volt. Annál is inkább, mert hogy én megéltem a 70-es éveket is már, és ugye egészen napjainkig olyan társadalompolitikai vetületei vannak ennek a darabnak, hogy egyszerűen az fantasztikus volt. Hiszen nem csak a magánélet, hanem ebben benne van minden, így van, amiben éltünk, mi is élünk, ha úgy tetszik. És a siker sem került el értelemszerűen. Hát igen, mondjuk azért ez főleg a H. érdeme, tehát hogy olyan történetet írt meg, és
Hát nem egyszerű mondatszerkezetek vannak, ugye, és az egyik mondatból szövi a másikat, és akkor egy más gondolat jön be, akkor abból megint. Ez főleg mondom a háj. Én igyekeztem hozzátenni, és bíztam abban, hogy színészileg is fel tudok nőni a feladathoz, hogy ezt a történetet úgy tudjam elmesélni a nézőnek, hogy ő ezt, hogy mondjam, érdekesnek, izgalmasnak, élvezetesnek találja. Viszont itt nagybetűs nézőnek kellett lenni, tehát aki nem figyelt, annak fogalma nem volt, az hogy biztos, mi történik. Az biztos, hogy kellett a nézőktől egy nagyfokú koncentráció, mert ha egy kicsit kihagy az embernek a figyelme, akkor lemarad egyszer csak hirtelen sok mindenről. Aztán volt az Antigone. Ezt azért emelem ki, mert a Nagy Peti rendezése nekem nagyon tetszett. Igen. És ez fontos volt. Az, hogy most már nincs köztünk ilyen értelemben, mert persze, hogy itt van velünk, de az, hogy most eltávolodott egy időre a színháztól, az egy dolog, de nekem az ő hozzáállása, illetve az az elv, amelynek mentén hozzányúlt a klasszikushoz, nagyon jó volt, nagyon tetszett. Csodálatos volt a Petivel dolgozni. Tehát egy antik klasszikus történetet felkészülten jött a próbára, tudta, hogy mit akar, és ugyanakkor baromi kíváncsi volt ránk, hogy mi mit hozunk még ebbe bele. Bármilyen furcsa, néha ilyen egyszerű tud lenni a színház, és ez a két dolog, egy felkészült rendező, aki kíváncsi a színészre, az szárnyakat tud adni. Ja, és a bizalom. És akkor jött talán a legnagyobb kihívás. Ugye az ember tragédiája kettő, önmagában, ha azt mondjuk, hogy Darvasi Márton, Tasnádi Závada, és ráadásul négy rendező, és ráadásul nálad öt szerep, az mindenképpen különleges. Beteljesítette az álmaitokat, hiszen voltál Ádám, csendőrparancsnok, riporter, náci tiszt, orosz katon. Igen. Hát ugye valóban a tragédiában általában, illetve nem általában, bocsánat, rosszul fejeztem ki magam. Tehát négyen írták, ugye négyen rendezték, és a szereposztás is fel volt osztva, tehát hogy tényleg sok szerepet játszottunk. Nagyon izgalmas volt, nagyon emberpróbáló, és hát nagyon büszkék voltunk arra, hogy ezt megcsinálhattuk. És hát az meg külön felemelő érzés, hogy az egész társulat benne volt. Ilyen azért ugye ritkán van egy olyan darab, ez kifejezetten így lett megírva, és ez is volt a szándék, hogy mind a azt hiszem akkor talán 30 vagy 31 színész benne volt ebben a darabban, és azért ez itt talán kimondva nem olyan nagy dolog talán az átlag embernek, de nekünk ez valahogy, hát most képzeljenek el egy munkahelyet, ahol mondjuk tényleg dolgoznak mondjuk 30-an, de azért ritkán van az, nem, hogy bent van mindenki, igen, és egyszerre egy projekten dolgozik, de tényleg mindenki, és nálunk ez megtörtént. Úgyhogy ez felemelő volt, hogy egy előadáson ott volt az egész társulat. Arról nem beszélve, hogy ez az évad abból a szempontból különleges volt a színház rajongóknak, hogy azért jöttek sorban a nagy darabok, mert kicsit, tehát kamaraszínházas, de az Öreg Hölgy látogatása Bagó Bercivel az nagyon bejött, gondolom neked is, és jött a Fém. Tehát ideje volt már egy olyan darabnak a Chicago után, ami megismétli azt a sikert. Igen, valóban nagy sikere volt a Fémnek, hatalmas nagy, hogy azt tudjam mondani, hogy tényleg zsufi teltházzal játszottunk minden egyes előadást, ami nagyon örömteli volt nekem, mondjuk abban éppen egy kisebb karaktert játszottam, de nagyon élveztem a fiatalokkal való együttlétet, akik tényleg csodálatosan énekeltek és játszottak. És akkor volt még egy Horvát Csabás, ezt azért mondom jelző szerkezetben, Szent Iváné Jálom, ami mindig kicsit más, én azt hiszem, hogy az is egy élmény volt. És hát jön most már a közelmúlt, mert a közelmúlt is mindig attól tartottunk, hogy valahol majd leül ez az egész, hiszen meg annyi klasszikus és kortárs darab, zenés, tehát tényleg az a népszínházi jelleg, ami célként kitűzött a színház magának, az teljesült maximálisan. Például Cukor Balázs volt a vendégem. Nekem a Nem félünk a farkastól, én azt már láttam, megint csak mondhatom, hogy számtalanszor. Ez megint különleges volt. Ugye a George szerepében te magad, amúgy pedig, hát én azt láttam, hogy lubickoltak a Nem félünk a farkasban. Ez így van. Az is egy óriás. Szóval nagyon hálás vagyok tényleg a jó Istennek, hogy
Cukor Balázs, akit én nem ismertem előtte, tudtam, hogy a pályán van, meg hallottam róla, de nem dolgoztunk még együtt. Eljött, és aki szintén rendkívül felkészült volt, és szintén nagyon kíváncsi volt ránk, és nagyon nagy bizalma volt, és azt éreztem már az elejétől kezdve, hogy na jó, azért ezt tegyük hozzá, hogy ez a darab, ugye ez mindig egy jutalomjáték általában, igen, tehát tudnánk sorolni, hogy Gábor Miklóstól kezdve, hogy hány olyan nagy színész játszotta, ezt hát a színház jutalomjátékként adja a színészeknek. De hát azért ez egy teher is, és ezzel igen, élni kell, főleg a múlt miatt. De mondjuk, hál' Isten, én ezzel nem foglalkoztam, mert annyira izgalmas volt maga a próba folyamat, és annyira azt éreztük, hogy jó felé húz az egész csapat, és nagyon hálás vagyok ezért. A lehetőségért, a Balázsért, hogy találkozhatom vele, és mi nagyon jól dolgoztunk, és hát a kollégák miatt is, ugye, hát ezt együtt hoztuk létre, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük, és hát úgy tudom, hogy megy jövőre is, mert a nézők is nagyon szeretik. Két olyan darab maradt, ami nagyon-nagyon fontos. Egyik a helyszín miatt is, a 12 dős embert a Városháza dísztermében láthattuk meg, Zsófoltház előtt folyamatosan. Én azt hiszem, hogy az bejött, ha úgy tetszik. De. És mindenkinek. Igen, az meg szintén ugye ki gondolta volna, hogy az eredeti bemutató, ami nem is tudom hány éve volt, hát 6 biztos. Még régebben 2014-ben na, volt. Na tessék, hogy 2014 után, miután ezt megcsináltuk a nagy színpadon, és aztán lejátszottuk, szépen eltemettük, és egyszer csak volt egy ilyen lehetőség, hogy mi ezt a Városházán, egy különleges helyszínen eljátszhatjuk. Többen azt mondják, akik az eredeti helyszínen is látták ugye a nagy színpadon, hogy egyszerűen ez a tér, ugye a Városháza díszterme, ahol játszunk, ez izgalmasabbá tette. Nagyon kicsi a játszóhelyünk egészen, most így egyszerűen mondom, ezáltal össze vagyunk nagyon zsúfolva, de pont a 12 ember, a 12 esküt, ez az egymásra utaltság, és ez az tényleg egymás aurájában létezése, plusz ezzel a történettel feldúsítva, nagyon izgalmas. Ráadásul 8 esztendő után ne feledjük, visszatért Cserhalmi Tyutyú. És közénk, így van. Aki 2014-ben is rendezte. Így azért van. 2014 emlékszem, mert a Lili mondta, hogy akkor volt utolsó éves színmű. Aha. Az én. Nagyon. No, viszont a csúcspont mindenképpen a Julius Cézár. Ezt azért mondom, hogy a csúcspont, mert itt számtalan klasszikus drámát mondhatnék ebből a sorból, amiket már itt felvetés szerint már beszéltünk róla, de a Julius Cézár az mindig más. Minden színházban más. Én azt hiszem, hogy most, és te magad is a Brutus szerepében adott esetben ezt megerősítheted, most már volt annyira kortárs, és sokkal, de sokkal többet adott, mint mondjuk 30-40 éve. Hát én 30-40 éve még nem láthattam maximum felvételről mondjuk egy Julius Cézárt. Az biztos, hogy szintén meghatározó és nagyon, nagyon érdekes élmény volt. Arról nem beszélve, hogy azt azért mondjuk el, hogy ezt a szerepet Nagy Péter kollégám játszotta volna. Egészségügyi okokból a főpróbán át kellett venni. Hát nekem az az 5 nap, az senkinek nem kívánom, ugyanakkor meg magam számára is gondolkodtam, hogy mikor fölkértek, hogy ezt vállaljam el, hogy beugrom a Peti helyett, és én mondtam, hogy jó, persze. Aztán gondolkodtam, hogy én ezt miért vállaltam el? Hát én mondom, meg fogok halni ezzel sok szöveggel, meg egyáltalán. Tehát, hogy aki ismeri, vagy aki nem, annak elmondom, hogy a Julius Cézárban a Brutusnak talán a Cassius mellett a legtöbb szövegük. Neki kettőjüknek van a legtöbb szövegük. Az elejétől a végéig szinte. És aztán rájöttem, hogy nekem magamnak is egy izgalmas kihívás, hogy szerettem volna tudni, hogy vajon meg tudok-e csinálni úgy egy beugrást, túl azon, hogy persze nyilván a színház érdekeit is meg kell menteni, meg az előadást meg kell menteni, de hogy én meg tudom ezt csinálni 51 évesen. Úgy, hogy ne csak egy valahogy megúszása legyen, és az előadás lemenjen, hanem hogy valóban úgy tudok-e ott lenni, hogy aki nézi, annak ne az jusson eszébe, hogy szegény Sági Tamás, hogy beugrott, hát jó, csinálom, mit csinál, aztán. És képzeld el, hogy volt
volt egy kritikus hölgy, aki nézte a premiért, nem akarom mondani a nevét, és gratulált, és valahogy szóba jött, hogy a próba folyamat, és mondtam, hát nem tudom, mondom, mert igazán nekem most egy 5 napja vettem át ezt a szerepet, és azt mondta, ezt komolyan mondod? Uh-huh. De ez nekem eszembe se jutott volna. Hát nekem ennél nagyobb dicséret, meg kell, hogy mondjam, nem kellett. Tehát, hogy pont ez igazolta vissza, mert az, hogy én mit gondolok, semmit egyébként olyan belülről nem tudtam megmondani, de hogyha egy néző ezt mondta, hogy hát akkor, akkor ez mondom, ez csodálatos. Ettől függetlenül természetesen szerintem a legnagyobb izgulás mindig az előadások előtt nekem volt, mert ugye azért nekem kimaradt az a 4 hetes próba folyamat. És ahogy mentek az előadások, hál' Isten most legutóbb évad végén játszottuk Debrecenben is, elhívták a Szörnyházi olimpiára. Azért sok kicsi apróságot hozzá tudtam még előadásról előadásra rakni, azért éreztem, hogy ebben még van, azért próbáljuk ki ezt is, azt is, amazt is. Már izgalmas volt, igen. Nos, hát az évadnak pedig vége, és az évad végén, illetve az új évad ismertetőjén kaptuk a hírt, hogy az idei esztendőben az olvasók téged választottak az év színészének. Miként fogadtad? Hát óriási megtiszteltetés, komolyan. Minden túlzás nélkül mondom. Egy színésznek ennél nem is tudom, hogy lehet-e nagyobb dolog. Szerintem nem. Nem hiszem, hogy van egy olyan díj, vagy olyan elismerés, ami ezt felüli tudja írni, hogy a nézők azt mondják, hogy ebben az évadban rád szavazunk, te voltál nekünk a legjobb. Nyilván azért tegyük hozzá, hogy ehhez kellettek lehetőségek. Mert ha nincs lehetőség, akkor hiába valaki jó színész. Persze tegyük hozzá, mert rászerén se akarok lenni, ezekkel a lehetőségekkel élni is kell. Így van. Úgyhogy ez a kettő így kerek, de nekem ez nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon nagy öröm, hogy a székesfehérvári nézők ezt rám szavaztak. Úgyhogy innen köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott, akik nem mondnak elnézést, úgyhogy köszönöm. No. Hát az új évadról nem beszélünk, mert ugye még nincsenek meg a szereposztások, de számtalan kivételes darab érkezik. Én azt mondom, hogy vendégrendezőkkel és a Vörösmarty Színház rendezőivel egyaránt, hiszen tudjuk, Cukor Balázssal azért bővült most már a rendezői paletta is. Viszont te nem fogsz pihenni, illetve majd a pihenésről utána beszélünk, de mi minden vár rád a nyáron? Hát munka szempontjából valóban nem. Tegnap hívtak fel, én Egerben játszom már több éve a Nyári Színház keretén belül, az Érsekkertben, most a Líceumban fogunk játszani. Tavaly kimaradt, és idén is azt hittem, hogy... De tavaly ugye volt a koronázás, tehát hogy volt akkor is feladat, és idén azt hittem, hogy most nyáron... Nem lesz csak, koronázás. Csak, nincs koronázás, és csak pihenés végre. De nem így lett. Tulajdonképpen hála Isten egy bizonyos szempontból, mert Egerbe megyek nyáron, július közepétől ott fogok próbálni. Felújítunk régebben játszott darabokat, 2, és át kell vennem egy, tulajdonképpen ott is beugrom majd, egy szerepátvétel lesz az azt hiszem a Tanulmányon nőkről című darabban, úgyhogy 3 darabot fogok csinálni augusztusban majd Egerben. Az azt hiszem, hogy jó, koronázási játékok nincs. Igen. Most a híreket hallottuk, hogy adott esetben 2 vagy illetve 3 évente lesz majd a megújult Romkertben, természetesen nemzeti emlékhelyen. Nos, akkor itt van a lehetőség, hogy az 5 hölgy kihasználja ezt az időt. Én nem kívánok mást, mint hogy boldogságot neked, mosolygós szemeket, tevékeny 2 hetet a családdal, és aztán hajrá Eger és hajrá Vörösmarty Színház az évattól, mert én azt gondolom, hogy a színház már 1000-szer bizonyította, hogy egy olyan játszóhely, amelyre érdemes odafigyelnie, nem csak a székesfehérváriaknak, hanem a színházbarátoknak, akik a világ végéről érkeznek most már szép lassan, hogy lássanak benneteket. Így legyen. Köszönöm szépen, szép nyarat kívánok. Én is mindenkinek szép nyarat kívánok, köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetésben az év színésze Sági Tamás volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, minden jót mindnyájuknak. Thank you.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.